45. fejezet Az asztalra kötözött ember kiabált, amikor a démon végig a kezét mesztelemmel kasán. A körmei nyomában vércsíkok jelentek meg. Hallgast, sziszegte a démon herceg. Hallgast, hogy mozsikál. Az az ember, aki rendszerint az üvegtrónon ült, most az asztal túloldaláról kérdezte. Hol bújkálnak a lázadók? Nem tudom, nem tudom, kiáltozta az ember. A démon újra végig szántotta körmével a málkasán, mindenütt folyt a vér. Ne reszkess, gyáva féreg! Figyelj, élvezd! A test, ami egykor az övé volt, végleg elárulta. A démon erősen szorította, arra kényszerítette, hogy a kezébe fogjon egy kegyetlen szerszámot, a férfi arcára helyezze, és elkezdje összeszorítani. Felej, lázadó! szólt a koronát viselő férfi. A férfi ordította, hogy a maszk szorította. Dorian is elkezdhetett volna üvölteni, könyöröghetett volna a démonnak, hogy hagyja abba. Gyáva! Gyáva ember! Nem érzed a fájdalmát? A félelmét? De érezte. A démon áttolta az összes élvezetét az ő lelkébe. Ha el tudta volna hányni magát, akkor hányt volna. De itt nem történhetett ilyesmi. Innen nem volt menekvés. Kérlek, könyörgött az ember az asztalon. Kérlek, nem állt meg a keze. A férfi pedig üvöltött tovább.